Szakad az eső Győrben, a kórház helikopter leszállójának kivitelezési munkálatait mégis gőzerővel végzik a szakemberek. A 11 milliárdos Európai Uniós forrásból és a megyei önkormányzat hozzájárulásával megvalósuló gigaprojekt egyik legfontosabb állomása, az intézmény tetején készülő pálya, mely 70 millió forintból akár már októberre elkészülhet. Ma átlagosan napi egy beteget szállítanak mentőhelikopterrel a létesítménybe, de ez a szám a jövőben mindenképpen nőni fog, hiszen a Semmelweis-tervnek köszönhetően tovább erősödik a Petszaladár megyei oktatókórház szerepe. A helikopteres mentés döntően sürgős esetekben veszik igénybe, például baleseteknél, égési sérülteknél, koponya és gerincsérüléseknél, vagy szívinfarktus szenvedő betegeknél, akiknek fontos a gyors beavatkozás. Az A épület nyugati szárnyán kialakított területen egyébként a jövőben éjszaka is le tud majd szállni a helikopter. A következő lépés, ahogy mondtam, nagyjából két hét múlva ennek a beton alapzatnak a kiöntése lesz, utána kezdődnek a szakipari munkák, elektromos szerelés, hiszen ez egy télen is használható, fűthető helikopter leszálló lesz, az elektromos vezetékek kiépítése, hogy éjszakai leszállásra is alkalmas legyen, illetve a tűzoltó berendezés elkészítése, hiszen a helikopter hajtóanyaga miatt a speciális habbaloltó berendezés készül. A kórház épületének legmagasabb pontján jelenleg zsaluzás folyik, két hét múlva pedig elkészül az a betonlap is, mely a pálya alapját jelenti. A szakhatósági engedélyek körülbelül egy hónapot vesznek igénybe, a terület októberben fogadhat elsőként betegeket.